Újra KNK, egy kicsit havasabb időben, mint ahogyan megszoktuk. 2013-ban mivel várjátok a hallgatókat? Hát igen, az időjárás ellenére próbáljuk a programokat ugyanúgy megvalósítani, ahogy az eredeti tervben ezt elgondoltuk. Próbáljuk keverni a szakmai és külsős programokat is ennek ellenére. Tegnap volt egy városi vetélkedőnk, amit ugyan a hóvihar miatt rövidített formában, de sikerült megtartanunk, majd a Zero Café-ban folytattuk ezt a megméretetést, úgyhogy egyelőre le bírtuk gyűrni a hóakadályokat is. Milyen előadásokra kell számítani? Tavaly ugye a generációk kapcsolata volt a fő téma, idén mi? Idén a kultúrában történő utazásra helyeztük a hangsúlyt, hogyha sokan a hírcsatornákat figyelik, akkor értesülhettek róla, hogy milyen helyzet van most a felsőoktatásban. Mi ezt szerettük volna áthidalni és megmutatni azt, hogy ennek ellenére művelődésre és kultúrára igenis szükség van, és ezt az emberek még mindig igénylik. Ez a címe egy fotókiállításnak is, illetve egy fotópályázat végeredményeképpen született meg. Igen, minden amatőr művészt felkértünk városszerte, hogy ahogy ő elgondolja, bármilyen fotót beküldhessen. Igazából nem szabtunk túlságosan nagy határokat, hiszen a kultúrának is pont ez a lényege, hogy szerteágazó és széleskörű, így mindenkinek a kreativitására bíztuk, hogy hogyan oldja meg ezt a feladatot. Milyen programokkal várjátok? Könnyű programok is és komoly szakmai programok is vegyesen vannak. Igen, erre is kifejezetten helyeztük a hangsúlyt, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt egy komolyabb szakmai oldalról is megközelítsük. Az andragógia mostani helyzetét mindenképpen be szerettük volna mutatni, ezért lehetett előadást hallani a megnyitó után közvetlenül az új felnőtt képzési törvényről, illetve hogy most milyenek az elhelyezkedési lehetőségek, valamint a holnapi nap folyamán különböző workshopokat is tartunk, illetve a roma művészekre is nagy hangsúlyt helyezünk idén, mert úgy érezzük, hogy eddig ők nem annyira voltak piedesztára állítva. Igen, akkor, hogyha a kenyeret programokat nézzük, akkor színháztól kezdve a zenén keresztül, ahogy olvastam a programot, szinte minden egyes kulturális műfaj képviselteti magát. Igen, Szegeddel ezért is van szerencsénk, hiszen a kultúrában való utazásban teljes mértékben partnert találunk ebben a városban. Például elvisztük most Örökpalotába a Zsandiró kiállításra őket, illetve külön a karunknak van egy tudástár elnevezésű kiállítása, ahonnan majd itteni hallgatók fogják kalauzolni a vendégeinket. Mennyiben változott az előzetes jelentkezők és a ténylegesen megjelentek szám az időjárás ellenére? Hogyha elsősorban az előadókat vesszük számba, ők főként helyiek, erre is kifejezetten koncentráltunk, hogy az utazási költség se legyen ebben a gazdasági helyzetben senkinek sem megterhelő. Egy ember jelezte eddig, hogy a hóakadályok miatt nem tudott elindulni, de a többi programot rugalmasan átszerveztük. Ehhez mérten, illetve megérkezett 10 vendég hallgatónk, akik jelezték az egész konferencián való részvételt, és még 20 embert várunk holnap a Dunaújvárosról. Nekik sem lett könnyű jutuk ide, ahogy az időjárást nézzük, viszont egy részét még nem említettük a programoknak, ez pedig a zene. A fiatalok nagyon-nagyon szeretik a zenét, és ti gondoltatok erre is. Igen, meghívtuk az intézet éjszakájára a Critical Silence együttest, akik örömmel fogadták a meghívásunkat, illetve olyan kiváltságban van részünk, hogy a Zárobuli elnevezésű rendezvényen holnap este a Carbon Pulse koncertre kap minden résztvevő belépőt, aki részt vesz a konferencián is. És hogyha jól olvastam, akkor még valami zenei menedzselés is lesz a programban, legalábbis erről is lesz szó. Igen, a zenei menedzselésnek kifejezetten nagy hangsúlyt szerettünk volna fektetni, ezért kétszer másfél órás programot biztosítottunk neki, hiszen ez egy olyan műfaj, ami kapcsolódik a felnőtt képzéshez egy bizonyos szinten, illetve ennek a képzését el akarták indítani idén februártól, de jelentkezés hiány miatt testre rakták át ezt a képzést, de reméljük, hogy sikerül majd neki akkor a teret nyújtanunk az előadás segítségével is, hogy egyre többen fognak rá jelentkezni. Így az elején, hogy látod, elégedettek lehettek? Volt egy-két kisebb zökkenő a megnyitáskor és úgy alapjában véve a konferencia elején, de szerintem ez minden egyes rendezvénnyel így van. Úgy érzem, hogy mostanra beindult a motor, és tényleg egy igazi utazásnak lehetünk majd a résztvevői.